És akkor, ha megengeditek, és elfogadjátok tőlem, vagy felhatalmaztok rá, akkor ezennel Magyarországon az éhezést befejeznetnek tekintjük. Úgy gondoljátok meg, tudjuk ezt csinálni? Ki az, aki partner ebben? Szuper, én azt gondolom, ezért vagyunk itt, hogy egyes mindenkorra befejezzük az éhezést, és az, aki ebben nem partner, az pedig el fogjuk zavarni. Az nem fordulhat elő, hogy Magyarországon emberek éhezzenek, emberek ne tudjanak élni, ne legyen fűtésük. Figyeljünk oda, hogy 3 hónap múlva fűtés szezon van. Emberek ezreinek nincs pénze arra, hogy vegyen tüzelőt magának. Nagyon sok családban kikötötték a gázt. Őnekik esélyük nincs már ezt visszaköttetni, mert rengeteg pénzbe kerül, hogyha fél éven túl kikötötték. Hát ezekre az emberekért álljunk ki újból és újból minden nap. Néhány perccel azelőtt, hogy elkezdődött a demonstráció, megállt itt egy fekete Audi, villogó rajta. Tudtuk, mert figyeltük, Kövér László, hazaáruló, bent volt a házában. És az Audi őt elvitte. Testőrök kíséretében. Kérdeztük, hogy akar-e velünk szóba állni a mai délutánon, és azt mondta, hogy nem. És viszontlátásra. Hát én nem akarom őt többet viszontlátni. Az ország vezetésében pedig semmiképpen. Mert ez az ember szerintem gyáva. Szerintetek gyáva? Igen, gyáva! 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 Rabszállító kell, hogy elvigye. Eddig azt hittem róla, hogy csak hazaáruló. De most már gyáva is. Hazaáruló, mert elárulja a népet. Azokat az embereket, akik megbízták azzal, hogy ezt az országot jól irányítsa. Senki nem arra adott felhatalmazást, hogy emberek éhezzenek. Adtunk erre felhatalmazást? Nem. Adtunk arra felhatalmazást, hogy elvegyék a lakásainkat? Nem. És a bankoknak adják? Nem, ugye erre sem adtunk felhatalmazást. És most ezek a mocskok ezt csinálják. Miért pont itt? Hát azért, mert ő ennek a csapatnak az élén áll. Ő az elnöke az országgyűlésnek. Én azt hiszem, hogy csak biztatni tudok mindenkit, hogy az összeset el kell így kapni. Nagyon kellemetlen volt a családjának és neki, hogy mi itt voltunk. Hogy rájuk köszöntünk, mert úgy maguktól nem nagyon ment volna. Talán a mai napra már a lánya, de a fia az nem. A felesége is csak akkor, amikor ráköszöntünk. Aktivisták megkérdezték tőle, hogy legalább ő akarná velünk egy kicsit beszélni. Mégis mit keresünk itt, mit szeretnénk? Az van, hogy neki nincs ránk ideje. Hát ne vicceljünk már. Én azt gondolom, hogy bármelyikünk 5 perc túlórát bármikor bevállal. Van, aki órákat bevállal, úgyhogy soha nem fizetik meg érte. Oda tesszük őket rettentő nagy fizetésekkel, hatalommal, és nincs ránk 5 percük. Gyávák, hazaárulók ezek az emberek. Meg még köcsögök is, így van, nagyon jó ez a történet. Jövőre már nem lesznek ott. Most még élvezhetik a hatalmat ebben az évben. Talán még, de nem biztos. De nem biztos. Mára elég jól kikristályosodott, ugye tegnap nem született semmilyen döntés a kormány részéről a devizahitelesek ügyében, és kikristályosodott, hogy valamilyen csomaggal készülnének. Hát én azt gondolom, mi nem kérünk az ő csomagjukból. Ugye nem kérünk a csomagból? A mai napra a bankszövetség azt mondta, hogy ő még a csomagba sem megy bele. Hát ezek mit gondolnak? Mennek a levesbe. Így van. Ezek az emberek nagyon sok mindent képzelnek magukról. Mert a kormány lovat ad alájuk. Meg a parlament is. Egy olyan lovat, ami remélhetőleg a börtönbe fogja őket vinni. Ugye azt mondja a kormány, hogy tárgyalni szeretnénk. Hát bűnözőkkel szoktunk tárgyalni? Nem. Meg szoktuk kérdezni tőlük, hogy figyelj, így számoljunk el, vagy úgy számoljunk el? Nem. Add vissza legalább a felét. Szoktunk ilyet? Nem szoktunk, igaz? Vissza az egészet, az összes olyan anyagi, vagyoni és nem vagyoni kárt meg kell, hogy fizessék, amit okoztak a magyar embereknek. Amit okoztak nektek, és okoztak a családotoknak. Okoztak a munkahelyeteknek, a szomszédotoknak. Okoztak a gyerekeitek barátainak. Okoztak a szüleiteknek. Bárkinek. És ezt úgy okozták, hogy nem foglalkoztak azzal, hogy jobboldali vagy baloldali. Mindenkinek okozták. Nem nézték azt meg,
hogy értelmiségi vagy munkás, okozták mindenkinek. Nem nézték azt sem meg, hogy vidékinek vagy budapestinek okozzák. Mindenkinek okozták ezt a kárt. Hát akkor emberek, itt az idő összefogni. Megfogni egymás kezét, és ezt elvenni tőlük. Többet egy fillért nem adni a mocskoknak, elvenni tőlük, és higgyétek el nekem, ha a bankresszer belepusztul abban, hogy nem kapnak pénzt, akkor az magával fogja rántani az egész rendszert. Azt a rendszert, ami most csak azért tud fennmaradni, és azért tudja a hatalmát gyakorolni, mert valakik pénzelik őket. Mert megosztják az országot. Mert nem állunk ki egymásért. Nem fogjuk meg egymás kezét. De ennek vége, ugyanúgy vége, mint ahogy az éhezésnek vége. Itt a több emberrel beszélgettünk itt a hét folyamán, és mindenki arról beszélt, hogy fogjunk össze. Olyan devizaadós szervezetek, akik eddig nem voltak túl jóba egymással. Azt mondják, hogy fogjunk össze. És arról beszéljünk, hogy hogy tudunk együtt fellépni. Olyan egyéb szervezetek, akik bár zászlóikra tűzték a devizaadósok megmentését, mégsem ez a fő profiljuk, fogjátok őket hallani, és ővelük is megbeszéltük, hogy össze fogunk fogni. És együtt fogunk kimenni az utcára, vagy együtt jövünk újból ide. Erre van már tervem, majd a végén el fogom mondani. Vannak terveim, nagyon komoly tervek. És így azt mondtam, hogy nem akarunk csomagot, nem akarunk tárgyalást, nem akarunk mutyit, de mit akarunk? Mert valamit nem akarni, az nem olyan nagy dolog, amit akarunk, hogy most azonnal állítsák le a végrehajtásokat és a kilakoltatásokat. Már csak azért is, mert ha valamiről tárgyalnak, valamiről csomagot akarnak összerakni, akkor ők is tudják, hogy ez nem jó így. Hát a mai napon, akit kilakoltattak, azt törvénytelenül lakoltatták ki. Bűnt követtek el! Kedves rendőrök, az önök kollégái is. Elkövették azt a bűnt, hogy előállítottak olyan embereket, akik a rendőri intézkedéssel szemben ellenálltak. Na de ha nem volt jogszerű a rendőri intézkedés, és ez kétség kívül megállapítható mérlegelés nélkül, akkor viszont jogos volt az ellenállás. És ezek az emberek ma mégis előállításra kerültek. Nyilván fog ez változni sokat, és mindig arra vonatkozik, aki ott van. De ezt kell megértenünk, hogy ha elég sokan összefogunk, akkor a rendőrség fogja tudni, mi a dolga. Tudja azt, hogy a nép mellé kell állni, hiszen a népre esküdtek fel. Ehhez megint csak nem kell más, mint egy irányba menni. Megfogni egymás kezét, keresni a közösset, és keresni azt, amiért ki tudunk állni mindannyian. A másik követelésünk a devizahitelek teljes eltörlése. Nincs más lehetőség, nincs arra lehetőség a töketlen bíróságokon, hogy egyénileg kártérítési pereket indítsunk. 1 millió devizahiteles szerződés volt. 1 millió per Magyarországon. Szerintetek működhet? Nem működhet. El kell törölni, akinek tartozása van, azt be kell tudni a kártalanításba. És aki még ezen felül szeretne a banktól pénzt, arra pedig találjunk ki egy általányt. Szeretnék, igen. Így van, ugye ezt fogjuk követelni. És ezt követeljük most is. Nyilván ezeket a követeléseket már elküldtük Kövér úrnak, elküldtük az összes parlamenti képviselőnek is. Nem nagyon érdekli őket, de nem mondhatják, hogy mi nem tettük meg. Megtettük, és megtesszük újra, és egyre hangosabban, és egyre agresszívabban fogjuk követelni. Mondok nektek egy példát. Itt vagyunk most körülbelül 50-en. Ha 50-en itt vagyunk, akkor ezt a házat nem tudjuk elfoglalni. Esélyünk nincs rá. De ki tudjuk lakoltatni? Ki is lakoltathatnánk, ha mondjuk lennénk 5000-en. Mi az akadálya annak, hogy mondjuk 5000 ember legyen itt? Nincs akadálya. Nincs akadálya, csak tenni kell a dolgunkat. Embereknek elmondani, hogy mi a helyzet, embereknek elmondani azt, hogy élhetnek a jogaikkal, elmondhatják a véleményüket, és olyan módon vegyenek részt a demokráciának a fenntartásában, hogy ők maguk is fizikálisan, a hangjukkal ott vannak, és kiállnak ezekért az emberekért. Tehát így tudjuk eltörölni a devizahitelt, így tudjuk elérni azt, hogy kártalanítsák az embereket, és eddig ez volt a 3 fő követelésünk. De én azt gondolom, hogy egyrészt határozottabban kell követelnünk a 4-et,
Ez pedig a felelősségre vonás. Nem lehet az, hogy ma egy embernek ki kellett lenni a házából, és ezért nincs bűnös. Nem lehet az, hogy az, akinek elveszett a munkahelye, és ezért tönkrement az egész család és éhezett, annak ne legyen felelőse. Ezt nem hagyhatjuk. És nem hagyhatjuk azt, hogy akik öngyilkosok lettek, annak ne legyen felelőse. Ezért tehettek volna. Mindenki, aki ebbe a mutyiba benne volt, az összes vezető, az ország vezetői, ezeknek felelniük kell. Korábban megkérdeztem a parlamenti képviselőktől levélben, hogy mégis mit tettek. Elég kemény hangvételű levél volt, néhányan azt is írták, hogy ez nagyon kemény, hát tudjátok, szoktam írogatni ezt-azt, ilyen lógni fognak, meg ilyenek. És néhányan visszaírtak, hogy ők már mi mindent tettek. Ó, de sok mindent, előterjesztettek valamit. Zsebre tettek. Zsebre, így van, zsebre tettek. Hát nem, ha az ő dolga az, hogy az emberekért kiálljon, akkor minden nap ott bent a többieket arról kell meggyőznie, hogy itt nem törjük tovább az éhezést. Itt nem törjük tovább azt, hogy embereknek elvegyék a házukat. És ezt követeljük, hogy aki nem ez az ügyben tevékenykedik, azt vonjuk felelősségre. De az első és legfontosabb a végrehajtások és kilakoltatások megállítása. És a következő akcióinknak is ez lesz a fő üzenete, és olyan akciókat fogunk tervezni és megcsinálni, amik erre fognak menni. Erről egy picit később beszélnék. Most átadom a mikrofont azoknak, akik ebben a témában szívesen beszélnének hozzátok.